Hello mindenkinek, üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Végre egy beszélgetési videót készíthetek nektek. Mint láttátok, az elmúlt napokban érkeztünk haza Kaliforniából, és rengeteg mesélni valóm van. Akik követik az oldalamat, az láthatták a videóim láttán, hogy mennyi helyen jártunk. Viszont ilyen 2-3 napos eltolásokban tudtam csak feltölteni a videókat, mert sajnos nem mindenhol volt internet lehetőségem. Szóval próbáltam tényleg egy-egy kis részletbe bemutatni nektek a látványosságokat, próbáltam megörökíteni úgy a dolgokat, és olyan dolgokat felvenni, ami számomra kedvező volt, vagy különleges. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy érdemes egyszer elmenni Amerikába, mert tényleg teljesen más a kultúrájuk, az emberek teljesen másabbak, sokkal közvetlenebbek, fiataltól idősebb korosztályig tényleg olyan emberekkel találkoztunk, olyan dolgokat hallottunk, láttuk, ami eszméletlen, tehát tényleg teljesen más világ, tehát igazából ennyit tudnék így mondani erről. Különlegesség gyanánt az a millió pálmafa, amitől teljesen el voltam ájulva, és mindig azon gondolkozok, mikor megláttam egy pálmafát, hogy Istenem itt Magyarországon, hogy nekünk miért nincsenek ilyen gyönyörűségeink, és tényleg akárhova mentél Kaliforniába, mindenhol az a pálmafa, és az ottani embert mindig megkérdeztem, hogy számukra milyen, mikor ugye reggel felkelnek, beülnek az autóba, és hogy tényleg minden egyes lépésüknél ott a pálmafa. De hát nyilván, aki már évek óta kint van, annak ugye másabbak ezek a dolgok, tehát olyan megszokott, tehát körülbelül olyan megszokott nekik a pálmafa, mint nekünk simán egy zebra. Tehát, hogy ott mennek át a járókelők, na mindegy. Tehát nekik nem olyan nagy dolog, viszont ilyenkor egy kicsit különlegesnek, kiváltságosnak éreztem magam. Bármit láttam, az nekem minden egyes kis pici részlete, az nekem egy csoda volt. És tényleg milyen érdekes, hogy sok ember a külföldi utazásaival tényleg fel tudnak töltődni, de viszont aki külföldön vagy Amerikában dolgozik, mikor ugye a hétköznapodat is ott kell tölteni, ahol igazából nyaralni mennél, akkor így megtöri ennek a varázsát, mert ugye egy idő után már olyan sablonos lesz az egész, olyan természetes, és nem fogod tudni úgy értékelni azokat a dolgokat, amit például így úgymond külsős, tehát úgymond elsőként lépsz be Amerikába, és tényleg minden különleges, tehát én az első pincének is annyira örültem, mikor elmentünk étterembe, hogy csak néztem, hogy úristen, akkor most mi az a következő különlegesség, amit hallok, vagy esetleg ajánlanak, de tényleg nagyon örülök, és tényleg boldog vagyok, hogy ilyen lehetőségem volt, hogy kijuthattam. Az első repülői utamtól nagyon-nagyon féltem. Nagyon féltem a repüléstől, és utána rájöttem, hogy mégsem kellett volna, mert tényleg minél nagyobb géppel utazol, annál kevésbé érződik ez a, hogy repülőn ülsz, vagy nem is tudom így igazából elmondani. Fárasztó volt nagyon, de megérte. Tehát azért 10 pár órákat utazni egy húzamba, az nagyon kemény, de maga az a tudat, hogy úristen, kinéztem az ablakon, hogy tényleg olyan gyönyörűségeket látok. Tehát kinézel az ablakon, és egy álom, tehát tényleg fentről olyan dolgokat látsz, amire nem is gondolna az ember, meg tényleg a repülésre visszatérve, és a repülésnél, hogy tehát tényleg azok a felhők. Szóval tényleg egy hatalmas élmény volt. Mikor megérkeztünk, akkor a kedves barátunk várt a reptéren, és egyből Los Angelesből rögtön San Diegóba, mármint San Marcosba érkeztünk meg. Természetesen egyből egy kávé,
a kutyukat megölelgettük, volt két kutyus, az egyik Samantha, a másik Dolce. Minden egyes szeretetemet, amit ugye a macskámba, vagy a macskámnak szoktam átadni, azt most a két kutya élvezhette. Hát sírtam, mikor Aramiszt itthon kellett hagyni. Egyébként most, hogy visszajöttünk, szerintem fel se fogta, hogy mi történt, hogy hova tűnhettünk el. Lehetőségképpen minden másnap kameráztunk, beszélgettünk az itteniekkel. Ugye az egyik kedves barátunkat kértük meg, hogy nem-e tudna minden nap egy kicsit játszani vele, és akkor kameráztunk interneten keresztül. Eleinte még nem is nagyon figyelt oda a beszédemre, aztán egy hét után már egyre jobban figyelt felfele. Van egy ilyen szokásos kis gügyögésem a macskához, aztán a végén már arra lettünk figyelmesek, hogy és hogyha nem nagyon beszélgetünk kamerán keresztül, mert hogy nagyon hiányzunk kicsi Aramisznak. Úgyhogy ahogy teltek a napok, így egyre jobban éreztem azt, hogy szorul a kis szívem, mert a drága kincsel mi lehet, de remélem meg fogja nekem ezt bocsájtani. Mikor hazajöttünk, akkor teljesen csodálkozott, fel se fogta, hogy úristen, mi van, hogy akkor most itthon vagyunk. Eddig ugye napokon keresztül keresett a drága minket, aztán ugye már megszokta a eddigi helyzetét, vagy tudomásul vette, vagy nem tudom így pontosan, de biztos kellemetlen lehetett neki az az érzés, az a tudat, hogy hol vagyunk. Próbáltunk úgymond egy kuplerájt hagyni itthon, hogy ne nagyon érezze magát másként, vagy esetleg valami változást, hogy a kis megszokott környékében maradjon. De nagyon hiányzott egyébként, de egyébként tök szuper volt. Szóval ugye, amikor megérkeztünk, akkor ugye kávé, beszélgettünk, én fel se fogtam, hogy úristen, akkor most a másik dimenzióba vagyunk, és tök szupi volt, akik nézik, figyelik a videóimat, az utazásos videóm alatt is azt mondtam nektek, hogy ott vártuk Lacival, hogy mikor fog már besötétedni, és teljesen beketyóztunk, hiszen nem besötétedni fog, hanem úgy világos lesz, és tűző nap volt, mikor kinéztünk az ablakon a repülőből, és na mindegy, tök fura volt, hogy otthon tényleg már 11 óra, este 11 óra van, már mint itt Magyarországon, ott meg még mindig tök világos van. Tehát olyan érdekes volt az egész, és amikor reggel felkeltünk, ugye olyan 9 óra fele, akkor itt Magyarországon este 6 óra volt. Tehát még mindig így teljesen felfoghatatlan ez az időváltozás, mármint ez az idő átállítás.